Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor kétszer jelensz meg itt, ennél a kivetésnél. Itt megvan az erotikus kisugárzásod, a nyitottságod, és itt kicsit zárkózott vagy. Hol így, hol úgy, jelenleg, hiszen ez a jóslás utal a jelenlegi helyzetre. Itt a gólyák jelentik a változásokat, vagy megváltozik a hozzáállásod, vagy változik a hangulatod. Ez a férfi így gondol rád. Nála látjuk szintén ezt az erotikus kisugárzást, lehet, hogy itt lesz közeledés, egy testi kapcsolat, vagy jelentheti a férfi nyitottságát is. Amit ez a férfi tesz, hogy átvizsgál valamit. A témára a kulcs utal. Hol nyitott vagy, hol zárkózott vagy. Nem tudja, hogy milyen a hangulatod a közeljövőben, hogy mire számítson, lesz-e közeledés, vagy inkább visszahúzódó vagy. Itt a levél jelenti azt, hogy van kapcsolat köztetek, vagy neki van ez az elvárása, hogy te írj neki. Itt látható a nyitottság, a kapcsolat is kettőtök között. Itt nem csak intim dolgokról van szó, hanem itt a bagoly összefűz benneteket. Ez jelenteti ugyan az éjszakát is, de jelenti a bölcsességeket. Ő tudja azt, hogy megvan a fellépésed, a kisugárzásod, sőt az erotikus kisugárzás is, de tudja azt, hogy megvan a tudásod, a képességed, a bölcsességed, és ő ezt nagyon értékeli. Itt a könyv szintén tudásra utalhat, vagy továbbképzésekre. Az is lehet, hogy itt lesz egy ajándék, hiszen ez a virágcsokor gyakran ajándékot jelent, és kapsz ajándékba egy könyvet. Vagy utalhat egy magán cég kialakítására. Itt anyagiakról is szó van, hiszen ezt jelenthetik a halak, de erről még ne beszélj másoknak, hanem a könyv azt jelenti ebben a helyzetben, légy inkább zárkózott. Itt a hajó jelent reményeket, vagy külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. A halak megjelennek az ő gondolatában, és mint említettem, jelenti a pénzügyi dolgokat, de a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Sőt, itt van a szerelem. Ez, aminek ő tudatában van, ez közli is veled, hogy mennyire fontos vagy számára, értékes vagy számára, mennyire okosnak, bölcsnek tart téged, és hogy szeret vagy szerelmes beléd, hiszen ennél a jóslásnál itt megjelenik a szív is. A háta mögött ez a két kártya utal a közelmúltjára, ő átélt valamit. Ez a medve jelentheti az erejét, hogy be kellett bizonyítani magát. De benne érezte magát ebben a labirintusban, nem volt könnyű helyzet. Itt át kellett vizsgálnia valamit, és most úgy érzi, itt kinyílik ezzel a kulccsal egy ajtó, egy új lehetőség. Ez a medve lehet egy személy is, például a főnöke, vagy főnöknője,
mivel itt az anyagiakról is szó van, jelentheti a munkát, a hivatást, hogy nem érezte jól magát a munkahelyén, hiszen benne volt ebben a labirintusban, és most vizsgálgatja a lehetőségeket, és szeretne változásokat. Sőt, itt láthatóak a gólyák, jelentik a változásokat. Át kell vizsgálnia valamit, vagy odafigyelni a lehetőségekre, de megvan a magabiztonsága, hogy itt kinyílik az ajtó, talál új munkát, sőt, a levél jelentheti ezt a szerződést is. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!